Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az elmúlt hetekben két gyöngyösi iskola kapcsán fordultam a belügyminisztériumhoz írásban, meg is kaptam rá a választ, viszont vagy nem volt kielégítő, vagy csak részben volt a válasz kielégítő, ezért hozom most a parlament falai közé ezt a kérdést. Az Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola kapcsán el kell, hogy mondjuk, hogy aki oda belép, egy teljes mértékben nem felújított, de egyébként részeiben gyönyörű szépen kifestett és rendben tartott intézményről beszélünk. Azt is meg kell említeni, hogy az esetek többségében mindezt a szülők saját pénzből, szabad idejükben, szülői összefogással és egy a szülők részéről létrejött alapítvány keretében teszik meg. Megteszik, mert a gyermekeikért dolgoznak. Ugyanakkor viszont ez nem az ő dolguk, és nem az ő feladatuk lenne, hanem a fenntartói. Aggódó szülők kerestek meg azzal a kérdéssel, hogy az iskolán belül és kívül esetleg milyen problémák vannak, és miket kellene orvosolni. Egyébként a teljesen jó szándékkal kerestek meg, és tettem én is teljes jó szándékkal az észrevételemet a belügyminisztérium irányába, viszont csak részben kaptam olyan választ, ami előre mutató. Mert a tornaterem és a konditerem felújítására ígéretet adott a belügyminisztérium, hogy azt jövő nyáron, az iskola nyári szünetben ezt meg fogják tenni a felújítást, fel fogják újítani, ez nagyon fontos a gyerekek számára, és csak bízni tudok benne, hogy ez nem egy üres ígéret volt, hanem tényleg így is lesz. Viszont az iskola udvarán található rekordtán pálya, amit előszeretettel használnak a gyermekek, egy olyan gumírozott pálya, ami elkopott, kitöredezett, és a kopásoknak és a töredezéseknek köszönhetően, főleg az esős, nedves időszakban, és most pontosan ilyen időszakot élünk, és egyébként a gyerekek nagyon örömmel és nagyon szívesen használják, csúszóssá válik. Balesetveszélyessé, ne adj Isten, életveszélyessé vállalt, ha még tovább várunk. Erre nem kaptam választ, egy következő levelet írtam. Arra az a válasz érkezett, hogy az előző levelet tekintsem irányadónak. No, de abban nem volt semmi. Tisztelt kormánypárti képviselő hölgyek és urak, annyi mindenre mennek el, milliárdok, 10 és 100 milliárdok, ez még közel sem kerül annyiba. Ha valamire költenünk kell, azt gondolom, és ebben talán mindannyian egyetértünk, az a gyermekek, a fejlődés és az egészség, ez ezt a célt szolgálná, úgyhogy kérem, találják meg közösen a tankerülettel erre a forrást. A Gyöngyösi Kálvária Parti Sport és Általános Iskola kapcsán számos alkalommal írtam már írásbeli kérdéseket, fordultam a médiához, a kormányhoz, és itt az országgyűlés falain belül is számos témát hoztam már ide, és egy másfél-két évvel ezelőtt nagy örömömre sikerült valahogy kiharcolni azt, hogy a fűtése olyan formán korszerűsítve legyen, hogy legalább tudjanak fűteni, és a gyerekeket ne kelljen hazaküldeni, a szülők pedig egyébként emiatt ne kelljen szülőknek ne kelljen plusz szabadságot kivenniük. Most újra előjött egy olyan probléma, hogy bár a kerettantervben, a tanítási kerettanterv része az iskolai úszásoktatás, és ennek megfelelően a 3., 4., 5., 6. osztályosok számára ez be is van ott iktatva, az úszoda téli időszakban mégsem működik. Nem működik, pedig egyébként az úszoda légterét egyébként fűteni kell, csak a vizet kellene. 350 szülői aláírás jött össze. A szülők kiállnak a gyermekeikért, már csak a fenntartónak kéne egyébként ez a minden segítséget megadni. 350 szülői aláírás mellett azért azt is meg kell említeni, hogy nem csak az általános iskola gyermekei, hanem a város gyermekei is tudják még ezt használni, de nem csak a város lakossága, és egyébként a felnőttek is, de nem csak a város lakossága, hanem a környékbeli települések lakossága is használhatja. Tehát ez egy igazi közösségi érdeket és egészségügyi érdeket szolgál. Azt a választ kaptam, hogy meglátják, hogy majd mikor tudják egyébként korszerűsíteni a berendezéseket, amiről egyébként szó se volt, hogy berendezések karbantartásáról, korszerűsítéséről lenne szó. Pusztán egyébként eredetileg a megugró energiárakkal indokolták azt, hogy az úszoda maga nem működik. Ugyanazt tudom mondani, mint a másik általános iskola kapcsán. Ez a kormány annyit költ, milliárdokat, 10 és 100 milliárdokat értelmetlen dolgokra. A legértelmesebb dolog a jövő generációjára való odafigyelés, az egészségükre, a fejlődésükre való odafigyelés.
tegyünk meg mindent a gyermekekért, kérem, fordítsanak megfelelő összeget az iskola uszodájának az újranyitására.